beszélgettünk Móróc Tamás atyával, ugye a Kegyhely plébánosával, több alkalommal is beszélgettünk Oravecki Attila helyettes plébános atyával, és most pedig nagy örömünkre szolgál, hogy beszélgethetünk Horváth József nyugalmazott plébános atyával is itt nálunk, akit elkísért Móróc Tamás atya is. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Ugye József atya az egyik legbensőségesebb szolgálatot végzi itt a Kegyhelyen, ugye a gyóntatás szolgálatát. És nagyon-nagyon szeretnek az itteniek József atyához jönni. A gyóntatás szolgálata már a papi szolgálatának korábbi, korai éveiben megszólította József atyát. Hogy volt ez? Hát amikor eleve megszületett bennem a papi hivatás, hogy tényleg engem Jóisten oda hív, és mindenféleképpen azon vagyok, hogy én mehessek, mert mindig vonzott engem az embereknek az őszintessége, meg az, hogy a lelkileg megnyugodjanak. Uh-huh. És úgy már akkor éreztem azt, hogyha valaki elmondhatja, ami bántja őt, mert azzal megkönnyebedik és megnyugszik, és hogy még tényleg kap erősítést is, meg kap feloldozást. És ez úgy az nagyon megkapott, hogy tényleg a pap ilyen hatalmat kaphat, hogy azt a bűnös feloldozhatja, hogy én is ilyen lélekmentő pap szeretnék lenni, aki megkönnyebíti ezt a bűnöst, felszabadítja lelkileg, szabaddá teszi, és tud nyugodtan megint előre menni, és tudja Jézus fogadni a tiszta szívébe. És ugyanakkor az ember érezte azt, hogy tényleg milyen jó az, hogyha őszinték az emberek, és hogy ez sok emberben ott a vágy, hogy valóban most ezt neki muszáj valakinek elmondani, és hát akkor jött rá, hogy tényleg milyen jó az, hogy vannak lelki atyák, akik ezzel foglalkoznak, és akiknek el lehet mondani, és akik nem csak, hogy elmondjuk neki, hanem papi hatalmával föl is tud oldozni, mert tud szabadítani a bűntől, és könnyűvé teszi azt a bűnös lelket, és tényleg szárnyalni tud, megkönnyebben tud előre menni. József atya, jól értem én azt, hogy ez a fajta lelki gyógyulás az, ami megérintette József atyát a gyóntatás szolgálatában? Nagyon jó kifejezés, és igen, ez, amit éreztem, hogy én akkor lelki orvos vagyok, lelkileg tudok gyógyítani, tudom a másikat megkönnyebbíteni, megerősíteni, és megszabadítani. És tudom tényleg felszabadítani a teher alól, ami nyomja őt, és hogy valóban ez volt a vágy bennem, hogy én ez a lélek mentő akarok lenni, és a Jóisten kegyelmét akarom kérni, hogy segítsen benne, és hogy valóban megmerjenek nyílni az emberek, és ez, amit hát megtapasztaltam, hogy valóban az emberek nem félelemmel jönnek, hanem inkább bátorsággal is, hogy József, hogy el kell merre mondani. Tehát ezen keresztül érzi az ember a Jóistennek a kegyelmét és közvetítését, közelségét, hogy ő is segít ebben, és hát ő is az, akinek mindent el lehet mondani, és Jézus az, aki megerősít, és aki érezteti velünk az ő irgalmát. Tehát tényleg itt van, hogy az irgalom, ez ami megragadott az én figyelmemet, hogy nem a igazságosság a lényeg, mert sok ember azt keresi mindenáron az ő maga igazát, és akkor szinte ezt is tud veszni a másikkal, hogyha nem neki van igaza. Mert hogy igen, ennél sokkal nagyobb dolog az irgalom, hogy én tudom, el tudom fogadni, meg tudok ócsájtani, és meg tudom könnyelvíteni a másikat, és tudom azt, hogy a Jóisten az, aki visszafogad. Tehát itt van tényleg ez, ami már fiatal koromban vitt engem merre a hivatásra, hogy én tényleg valóban a lélekmentő pap akarok lenni, aki felszabadítja azt a bűnöst a bűn alól, a teher alól, és aztán tud előre szárnyalni. József atya itt az irgalomról beszélt az előbb. És nagyon sokat beszéltünk a közösségekről, és erről a fogalomról, hogy közösség itt az elmúlt adásokban, az elmúlt napokban. József atya bölcsességével segítsen nekünk egy kis gyakorlati útmutatót adni, hogy hogy lehetünk irgalmasok egymás iránt, amikor minden nap olyan sok nehézséget kell megoldanunk. Hát ez az őszintesség, hogy te most tényleg tudj megnyílni, merd bátran elmondani, ami nyomja lelkedet, és a Jóisten segítségével meg tudunk segíteni,
föl tudunk oldani, és meg tudunk szabadítani ettől a tehertől, és ehhez igazi segítség maga Jézus, aki szintén életét tudta föl a bűnösökért. Ő a bűnösökért jött a földre, hogy minket kiváltson a bűnösségből, és hogy ez, ami nagyon vonzott, és ami megkapott, hogy valóban milyen nagy hatalom, milyen nagy dolog, amivel nem lehetem szabad visszaélni, hanem tényleg kell tudni őrizni, meg itt van, csak vegyük a gyönösli titkot, hogy én arról nem beszélhetek senkinek sem, tehát ez is egy fékezés, meg ugyanakkor tényleg az, hogy az tisztában kell lennem, hogy ami ott elhangzik, akkor arra az titok marad. Tehát ez is mindig vonzott, meg bennem volt, hogy ez természetes, hogy arról nem beszélhetek, és nem is beszélek, és én nem akarok segít sem felfedni, vagy kibeszélni. Tamás atya, hát nem véletlenül kísérted, vagy kísértel az atya József atyát is, mert hogy most az ő jelenlétében, de azért néhány szóban Tamás atya is mondja el nekünk, hogy azért valóban itt Bodajki közössége nagyon-nagyon szeret gyóntatásra járni József atyához, aki egyébként misézik is, tehát például a tegnapi 6 órás szent misében is azért találkozhattunk az atyával. Nagy öröm, hogy József atya nyugdíjas korában úgy döntött közös megbeszélésre és a mi kérésünkre külön, hogy a nyugdíjas éveit itt tölti nálunk, már nincs rajta felelősség, nincs rajta plébánosi feladatok terhe. Mi pedig nagyon nagy szeretettel vártuk, fogadtuk és folytattuk azt az életet, ami most már a nyugdíjas évek. Én úgy érzem, hogy nagyon színessé tudja tenni a mi papi munkánkat is az, hogy van egy idős atya közöttünk, akinek valóban az emberek szeretnek megnyílni, szeretik őt, a maga egyszerűségében és mégis életszentségében szeretnek hozzáfordulni. Sokszor hétköznap is bejelentkezik valaki, hogy szeretné József atyához jönni, beszélgetni. És valóban emellett, most lassan már 78. évet betöltve is, végzi ő is a munkát, amelynek része, hogy szentmiséket tart vasárnap is. Két szentmisét imádkozik, megszervezzük a fuvart, hiszen ő már nem vezet. De minden faluból van egy-egy hívő, aki nagyon szívesen eljön érte, oda viszi a szentmisére, visszahozza. És amikor nagy ünnepek vannak, vagy éppen vasárnapi szentmise van, akkor pedig úgy osztjuk be, hogy ő tudjon gyóntatni. Ez már egyre nehezebb, hogy plébániákon nincs erre lehetőség. Meg olyan is előfordult, hogy valamelyik atya megkérte őt, elvitte az ő közösségébe, ami nagyon nagy érték, mert messziről jött atya, idős atya, egy nagyon szép életet élő atya, nagyon szeretjük őt, és remélem ez átjön ebből a riportból is, hogy én nagyon hálás vagyok, hogy ő itt van velünk, és ad egy ilyen oldalt a kegyhelynek, hogy a gyóntatásban, ezekben a szolgálatokban velünk van. Mi meg megélhetjük azt a szeretetet, hogy oda kell figyelni egy idős testvérre, aki élhetne nyilván máshol is, vagy akár egy papi otthonban, vagy más közösségben, de ő mégis aktívan részt vesz az életben is. Hát talán el tudja mondani, mennyi program van itt nap, mint nap, amiben ő teljesen részt vesz. Voltunk idén együtt Lengyelországban nyaralni, felmentünk 2000 méter magasra, és ez jó volt megélni, hogy ilyen közösségben is együtt tudunk lenni. Tamás, hogyha még mindig hozzád fordulok, kevés alkalommal tudok beszélgetni atyákkal arról, hogy lehet egymást kiegészítve szolgálni plébániákon, tehát vagytok ti fiatal atyák, és itt van egy idősebb atya, akinek a bölcsességére nap mint nap lehet támaszkodni. Ez hogyan ad egyfajta megnyugvást, vagy hogyan egészíti ki a mondjuk a Attila atya, illetve Tamás atya szolgálatát? Most erre gyorsan akarnék válaszolni, vagy szeretnék válaszolni, akkor azt mondanám, hogy akkor este leülünk vacsorázni, akkor átbeszéljük a napot, vagy szoktunk róla beszélni, azokról, amik nehézségek, vagy amik örömök. És arra is nagyon figyelünk, hogy amikor családokat látogatunk, mert legtöbb hétvégén meghívnak bennünket, még hármunkat is együtt, akkor mindig együtt megyünk, együtt vagyunk, és ezzel is kifejezzük azt az egységet, hogy bár különböző a feladat, különböző a felelősség, de mégis a papságban, Jóisten előtt is, és a hívek előtt is egységben is egyként próbálunk mutatkozni. Én azt gondolom, hogy különböző személyiségek is vagyunk, és ez hozzáad a közösséghez. Az nagyon fontos, hogy mi ezt valóban együtt tegyük, ezeket a találkozásokat, elmeneteleket,
vagy amikor ünnepek vannak, lássanak együtt a hívek. Olyan szépek ezek a hétköznapok is. Most már nagyon kevés helyen van sajnos hétköznapi mise, és amikor mi együtt misézünk, beosztva, hogy mondjuk hétfőnként szoktam élni kedden József atya, szerdán Attila atya, csütörtökön ugye magámisét mondunk hárman, de akkor is együtt, akkor látnak a hívek bennünket együtt imádkozni, és ezt én nagyon fontosnak tartom. József atya, most itt már ugye készület van a Mária napi búcsúra, holnap 5 órakor indul a búcsú. Hogyan készül lelkiekben József atya is a búcsúra? Hát gondolva különösképpen, meg tényleg örömmel, hogy van ilyen lehetőség, hogy az emberek megnyíljanak, az emberek bátrak legyenek, és elmerjék hozni a problémáikat, és érezzék azt, hogy van megoldás, van feloldozás, van megkönnyebbedés, van újrakezdés. Tehát ez, amit én magam is hát megéreztem, még mint kis pap voltam, és először megijedtem, hogy hát most tényleg, hogy is lesz ez, még én méltó vagyok rá, és aztán tényleg akkor megértették is velem, segítettek, mert itt tényleg itt azt nekem is egy ferences lelki atyám volt, akinek nagyon sokat köszönhetek, és nagyon sok mindent el tudtunk, tehát tudtam mondani, és sok mindenre választ kaptam, és ezt, amit tudok, amivel én is élek, és tovább tudom adni, én magam is megtapasztaltam, mert különösképpen tényleg Istennek az irgalmát, hogy ő mindig visszafogad, ő nem a bűn nagyságát nézi, hanem a bánatot, és ez, amit szeretnék én is mindig kihangsúlyozni és kisugározni, hogy emberek, igen, könnyedtek, mert megszabadultok, meg könnyedtek, és tiszták lesztek. Mm-hmm. És hát itt a segítő, mindenkor segítő szűzanya Kegyhelyen, azt hiszem, hogy most ezekben a nehéz időkben, Tamás atya, amikor ennyi probléma, ennyi nehézség hárul a családokra, a közösségekre, itt a búcsú idején még inkább nagy a jelentősége, hogy személyesen is eljöjjenek a hívek. Úgyhogy itt egész héten utólagos engedelmetekkel én itt arra buzdítottam minden nézőket, hogy jöjjenek és vegyenek részt személyesen a búcsún. Ezt nagyon köszönjük. És talán így a pénteki délelőtti adás vége fele. Ezt külön szeretném megköszönni részint az EVTN TV-nek, egykori Bónum Televíziónak, hogy itt voltatok, itt vagytok. És azt is köszönöm, hogy ilyen szeretettel mutattatok be bennünket, ilyen szeretettel mutattátok be a Kegyhelyet, és készülünk a holnapi szombati, vasárnapi nagy búcsúra, Mária napi búcsúra. Most talán úgy néz ki, hogy még éjszaka lesz egy kis eső, de holnap után kicsit szelesebb, de napos idő várható, úgyhogy nagyon szeretettel várunk mindenkit, és nagyon köszönöm a televíziónak ezt a szeretetteljes hetet, a ti munkátokat, mert így sok helyre jutottunk, és remélem, hogy a szentmisékkel, imádságokkal tudtunk mi is lelkileg hozzáadni, és innen hívom én is a kedves híveket, azzal a szívvel, vagy azzal az erővel, hogy amit talán próbáltam a héten is többször mondani, hogy sok mindenkiben lehet félelem, visszajön a vírus, nehéz idők jönnek, energiaproblémák, hogy ezeket a félelmeket hozzuk el, és merjünk egy kicsit felszabadulni, és arra Krisztusra tekinteni, aki elveszi ezeket a félelmeket. Lehet, hogy nem oldódik meg minden probléma rögtön, de Krisztus velünk van, az Isten velünk van, és nem fog elhagyni bennünket. Úgyhogy így köszönjük ezt a hetet, és hívunk mindenkit Mária napi búcsunkra erre a hétvégére. Mi is köszönjük, hogy itt lehettünk, és itt tölthettük ezt a hetet. Azért még nem beszélek teljesen múlt időben, mert hát ugye itt leszünk végig a búcsú idején is. Tamás atya, azt ugye jól mondom, hogy tehát holnap 17 órától kezdődik el a búcsú teljes program, tehát a megnyitó. Igen, már délután várjuk a érkező vendégeket, akik között lesznek gyalogozzarándokok Székesfehérvárról, Mórról, Tatabányáról, a környező településekről. 5 órakor lesz a búcsúi megnyitó a Kegytemplomban, ez egy nagyon szép köszöntő imádság, és 17:30 pedig keresztutat imádkozunk a Kálvárián. Készülünk a 7 órai szentmisére, amely már itt az Arándokudvaron lesz. Dr. Martos Levente Balázs, a központi szeminárium rektora fogja imádkozni ezt a szentmisét a jelenlévő papsággal, és alatta lesz gyóntatás, ahogy már 5 órától is itt az atyák fognak segíteni. Székesfehérvárról, papi otthonból hívtunk még idősebb atyákat, illetve mi is természetesen szolgálunk ilyen módon. És a 7 órai szentmise végén, 8:30-9 órától, ahogy vége a szentmisének, egy gyönyörű körmenettel vonulunk be a Kegytemplomba, és kezdődik az éjszakai vérasztás, amit, ha jól tudom, a tévé egészen az éjféli szentmise végéig közvetít, úgyhogy így várjuk a holnapi napra, és majd a vasárnapra is a tévénézőket, illetve helyszínre a kedves híveket. Köszönjük szépen, és akkor itt a beszélgetésünk végén készültünk egy pici jelképes ajándékkal. Ez József atyáé. Tiszteletünk jeléül egy fehér rózsaszál.
És köszönjük szépen, hogy beszélgethettünk. Köszönöm, én is köszönöm. Áldott szolgálatot kívánunk még sokáig. Viszont kívánok. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Isten áldja.